pedagógia az olyan, hogy nem azonnal látod az eredményét. Hosszú évek kellenek hozzá, mire beérik, de én hiszem azt, szoktam példálozni, hogy nem hiába tanultunk fizikát, ott megtanultuk, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Higgyen mindenki abba, hogyha most abban a pillanatban nem érzi a munkájának az eredményét, előbb-utóbb beérik. Jantnerné Olá Ilona vagyok, óvodapedagógus, innovátormesterpedagógus. Öten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, úgyhogy volt kit gardírozni, és rájöttem arra, hogy ez az a pálya, amikor a világon mindent tehetek. Gyerekekkel foglalkozhatok, szervezhetek, játékot készíthetek, süthetek, főzhetek, ha ehhez van kedvem az óvodában. Ha kell, akkor kirándulok, ha fázom, akkor bent vagyok, ha jó idő van, akkor kint lehetek. Tehát ennél változatosabb pálya, én mindig most is állítom, hogy nincs. Garai Gimiben végeztem egyébként Szekszárdon, aztán nagyon-nagyon sokat tanultam. 4 szakdolgozatot írtam a pályám során. Mindenféle területen képeztem magam. Fejlesztő pedagógiát tanultam, aztán erdőpedagógiát tanultam, aztán közoktatásvezetést is tanultam, mivel az óvodának a vezetője lettem. Szakmai szempontból az a pedagógiai útkeresés időszakában, amikor rátaláltunk a környezetpedagógiára, természetpedagógiára, és elkészült a pedagógiai programja a Hétszínvirág óvodának, ami nagyon egyedi, ma is nagyon korszerű, nagyon megállja a helyét. Ez volt az első legnagyobb szakmai siker, amikor ezt egy csapatmunkával létre tudtuk hozni, és aztán ez ívelt tovább, folytatódott azzal, hogy rájöttünk arra, hogy nem elég csak itt az óvodán belül ténykedni ezen a területen, tehát a környezeti nevelés, környezetvédelmi nevelés, hanem ki kell lépnünk az óvoda falai közül, és ekkor sok-sok segítséggel, nagyon sok segítséggel megalakult az ökomunkacsoport, aztán egy évvel később az ökomunkacsoport alapítvány, ami azt segítette, hogy túllépjünk az óvoda falain. A legfontosabb vezérelvem ebben a munkában, hogy az utánunk következő generációt kell nevelnünk, hittel, lelkesedéssel és olyan tudással felvértezve, hogy ők hozzák helyre, amit mi, a mi generációnk elrontott. A döntéshozóktól kezdve a földeken dolgozókig mindenki, tehát mindenki hibázott, mindenki. Tehát mégis nekünk környezeti nevelőknek az a dolgunk, hogy jöjjön egy olyan generáció, aki kritikával fogadja a mi tevékenységünket, és azt mondja, hogy nem így, hanem másképpen. A Hétszínvirág óvoda zöld szíves óvoda. És még dolgoztam, amikor ez a szervezet a 30 éves évfordulóját ünnepelte. És mi úgy ünnepeltük, hogy a régi óvodásainkat megkerestük. És jöttek a visszajelzések a régi óvodásoktól, hogy még mindig emlékszik, még mindig úgy, és már az ő gyerekét is így neveli. Na, ez a lényege a dolognak. Beleszocializálódtunk abba, hogy Pakson erőmű van, a bizalom kialakult. A nukleáris energiának a felhasználásával kapcsolatban. Talán kézenfekvő, hogy ez folytatódjon, hiszen itt van az a lehetőség és az az utánpótlás, az a következő generáció, aki képes erre, hogy egy új erőműben is dolgozzon. Nekem a férjem azzal magyarázta annak idején, hogy hidd el, itt mindenki azon dolgozik, hogy minden rendben legyen, mert a családunk itt van. Ezzel alakult ki az a fajta bizalom az erőmű mint létesítmény iránt, hogy igen, akik ott dolgoznak, azok legelső gondolatok az, hogy a család, tehát hogy nagyon-nagyon biztonságos legyen. Érzékeltük, hogy a biztonság mindenek felett. Az várjuk, hogy a következő szakembergárda is ilyen felelősséggel és ilyen odaadással építse és kezdje el üzemeltetni Paks 2-t, és a biztonság ugyanilyen fontos legyen, vagy még fontosabb legyen, mint az előző, első erőmű létesítésénél.